Május közepe van, már körülbelül 2 hónapja tart ez a helyzet. Ha követed a videóimat, akkor láthatod, hogy minden hónapban megnézzük az adott hónapnak az üzenetét, és minden héten is megnézzük, hogy külön azon a héten mire figyeljünk oda. De mivel már 2 hónapja benne vagyunk ebben a helyzetben, arra gondoltam, hogy nézzük meg most, hogy most így 2 hónap elteltével mi kell ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a helyzetből. Mert ha követed a heti és a havi üzeneteket, olyan óriási változás nincs. Tehát nem úgy haladunk, ahogy haladhatnánk, és nem úgy haladunk, amilyen gyorsan szeretnénk ebből az egészből kikerülni. És nem azok a hírek, és én azt érzem, hogy nincsenek még vége, bármit is mondanak, vagy hallasz. Úgyhogy nézzük meg, hogy így 2 hónap után most mi kell ahhoz, hogy kikeveredjünk ebből. Nézzük meg, hogy mi a fő üzenet. Elfojtás. Nem mondom, hogy a kedvenc lapom. Mit folytasz el? Miért zárod magadba? Ugye az elfojtásból lesz az agresszió. Mit folytasz el? Miért zárod magadba? Ami bent reked, attól nem tudsz megszabadulni. A legtöbb testi-lelki méreg az elfojtásokból származik. Amit elfojtasz, az megkövül, eltömít, leköt és fáj. Merd megélni az érzéseidet, és merd elfogadni, amit gondolsz és amit érzel. Szabadítsd fel magad. Most az elfojtások felismerése kell a továbbhaladáshoz. Ha átmenetileg fáj is, így tudsz megszabadulni tőle. Tehát valamit nagyon elfojtunk, és amíg azt nem tudjuk megtalálni, vagy kellő számú ember nem találja meg, addig nem tudunk úgy kikerülni ebből a helyzetből, hogy ne essen vissza. Pedig ez a célunk. Mi a legfőbb akadályunk, fékünk jelenleg, most nem egy hónapra, nem egy hétre nézve, hanem most, ebben a helyzetben, ami miatt még nem haladtunk előbbre. Bűntudat. Hát ezt is nemrég sikerült húzni. A bűntudat és a lelki furdalás tart vissza jelenlegi szinteden. Nem, mert annyira túl vagyok rajta, hogy nem is találom. Ah, ez máshova került. Mit nem tudsz megbocsátani magadnak? A bűn is egy illúzió. Döntések vannak, utak és tapasztalások. Fogadd el, hogy amikor szerinted bűnt követtél el, éppen nem volt jobb ötleted. De azóta változtál, bölcsebb lettél. A fejlődés az, hogy feldolgozod és beépíted a tanulságokat. A bűntudattal nem segítesz másnak. Téged viszont visszahúz és visszatart a teremtéstől. Felejtsd el a bűnszót, dolgozd fel a tapasztalatot és fejlődj tovább. És főleg ne folytsuk el a bűntudatot sem. Mi az a tudatos teremtő erő, amivel élhetünk, mire kell odafigyelnünk, hogy kiussunk. Ez is egy ismerős lap, néha el se hiszem, hogy 42 lapból áll ez a kártyacsomag. A kapcsolódás ereje. Merj kapcsolódni, engedd el az elszigeteltség illúzióját. Kell, hogy harmonikusan kapcsolódj másokhoz, hiszen együtt sikeresen el tudtok érni célokat. Itt nem azt mondom, hogy ne tartsd a távolságot, amikor ez a szabály, de a kapcsolódás az egy egészen más szinten meg kell, hogy történjen. Az a baj, hogy eddig
túl közel voltunk egymáshoz fizikailag, de a kapcsolódás hiányzott. Most, hogy távolabb kell állnunk egymástól, most pedig a kapcsolódásnak nagyon-nagyon itt van az ideje. Különben távol is maradunk. Minden szempontból. Ez a helyzet se lesz jobb, és ugyanúgy tartani kell a távolságot, és nem tudunk kapcsolódni azokkal, akikkel szeretnénk. És nem tudunk mély emberi kapcsolatokat megélni. Mert ez a helyzet nagyon megmutatja, hogy nem elég mélyek az emberi kapcsolataink. Sajnos. Közel vagyunk egymáshoz, és mégis távol. A legfontosabb pedig az, hogy tudj kapcsolódni önmagadhoz, a belső lényedhez, hogy megértsd, mi a valódi vágyad, célod. Kapcsolódj igazából befelé, majd kifelé is. És tartsd egyensúlyban a kettőt. A magány nem igazi, csak illúzió. Lehetsz egyedül és másokkal. A kapcsolódás a kulcs, ami kizárja a magányosságot. Hát sok szép kapcsolódást kívánok magunknak. Van egy mantra, amit én így kitaláltam párkapcsolatra és emberi kapcsolatokra, és nagyon szeretem mondogatni, és szerencsére a tanítványaim is. Megérdemlem a boldog, harmonikus, egyenrangú és szeretetteljes párkapcsolatot. És ugyanígy megérdemlem a boldog, harmonikus, szeretetteljes és egyenrangú emberi kapcsolatokat. Hidd el ezt, vagy mondogasd addig, amíg el nem hiszed. És akkor majd kapcsolódást keresel, nem pedig kapcsolatot. A kapcsolat statikus. A kapcsolódás az pedig áramlik. És két oldalú. Mi lehet az eredmény, ha elfogadjuk és feldolgozzuk az elfolytásokat, elengedjük a bűntudatot, és megtanuljuk használni a kapcsolódás erejét? Egyenrangúság. Csak hidd el, hogy megérzem lehet. Egyenrangú és egyenértékű vagy mindenkivel. Érdekes, hogy pont most jutott eszembe ez a mantra, de ezt egyszer leírtam, összeírtam magamnak, és nagyon szeretem. Az eredmény tehát az, hogy nyitottá váltál és készen állsz az egyenrangú kapcsolódásokra. Ez azt jelenti, hogy nem rendeled magadat mások fölé, de alá sem. Nagyon sokaknak van alázat problémája, és ez gyakran félreértik. Az alázat probléma azt jelenti, hogy nem vagy egyenrangú. Az is lehet, hogy alárendeled magad. Egyenrangú legyél, se fölé, se alá ne rendel magadat. Hölgyeim, nem kell nekünk az egyenjogúság. Nem akarunk olyanok lenni, mint a férfiak. Én legalábbis a magam nevében beszélek. És tudom, hogy sokat dolgozok nőkkel, sok nőtársam egyetért ezzel. Egyenrangúak vagyunk. Jó, én nem tudok soha jobb pasi lenni, mint egy pasi. De egyenrangúnak érzem magam. Ezért nem egyenjogúságra kell törekednünk, mert az mindig versengést okoz. Az egyenrangúság pedig harmóniát hoz. És amikor megfelelési kényszerek alatt működsz, akkor alárendeled magad. Munkahelyen, magánéletben, még a gyermekeid alá sem rendelheted magad. Megteszünk értük mindent, nyilván, de az alárendelődés az más. Egyenrangú és egyenértékű vagy mindenkivel. Így megjelenhetnek körülötted azok az emberek, akikkel hatékonyan együtt tudsz működni a teremtésben. Nyisd meg magad, hogy tudj kapcsolódni velük és a céloddal. Szerintem zseniálisan összeállt a kép, és nem látom azt, hogy ez egy gyaloggalop és egy könnyű út, de én látok benne nagyon sok értelmet, és sok pozitívumot. Úgyhogy szép kapcsolódásokat és egyenrangúságot kívánok mindannyiunknak.